Hétfőn országszerte több mint 700 ezer diáknak csengettek be a 2023-24-es tanévre. Komáromban 7 alapiskolában és 5 középiskolában tartottak tanévnyitót. Komárom ugye az a hely, ahol az óvodától az egyetemig lehet tanulni, de hogyha lényegében az óvodától a középiskolai szintet veszük, akkor körülbelül 5300 diák gyerek mozog, tehát egy nagyon széles kör, akiről gondoskodik részben ugye az önkormányzat, egyházi intézmények vannak, speciális iskola, tehát az iskola egy elég széles körű, és erre próbáljuk a legjobb feltételeket megtalálni. Óvodák esetében közel 900 gyerekről van szó, akik elkezdték most újra az óvodát, vagy beléptek az óvodai képzésbe. A középiskolák esetében 1500 diákról van szó. Ami az önkormányzatokhoz a leginkább tartozik, azok az általános iskolák, bár itt is vannak egyházi föntartású létesítmények, itt lényegében 2900 gyerek kezdte meg az oktatást. Az önkormányzat leginkább azt próbálja megtenni, hogy minél inkább föl legyenek újítva az iskolák. A körülmények a lehető legjobbak legyenek, a gyerekeknek lehető legnagyobb terük legyen a mozgásra, ebben mi hiszünk és szeretnénk, a lehető legjobb ételt kapják, és a legjobban ki tudják bontani a tehetségüket, ehhez azok az adottságok meg legyenek, hogy tudjanak dolgozni. A Sejé János gimnáziumban az intézmény öreg diákja, a szakértői kormány miniszterelnöke Ódor Lajos köszöntötte a tanárokat és a diákokat. Három tanácsot adnék. Nem a jegyekért tanulunk, szabad hibázni, lehet kérdezni és akár megkérdőjelezni is dolgokat, mondta ünnepi beszédében Ódor Lajos miniszterelnök a komáromi Sejé János gimnázium tanévnyitó ünnepségén. A mai jelenlétem is azt mutatja, hogy nagyon a szívemben vannak a magyar iskolák, mivel én is innen indultam, és ez a pozíció most azt mutatja, hogy ezt meg lehet csinálni, tehát lehet magyar iskolából is a miniszterelnöki székbe kerülni, még ha ideiglenesen is, de lehet. És hát hason ez biztatólag a diákokra, sokat kell dolgozni, és aztán megjön az eredménye. A nagymúltú Sejé János gimnáziumban 520 diák kezdte meg a 2023-24-es tanévet. A Sejé János gimnázium, hál' Istennek, ezt a tanévet is jól kezdi. 520 diákunk van 23 osztályban, és pár évvel ezelőtt sikerült az épületet felújítani, most pedig zajlanak az utófelújítások, így például az iskódvart és az iskola kerítést szeretnénk felújítani, illetve van egy nagy projekt, amin dolgozunk, ez pedig a liftnek a elkészítése a lépcsőházba, mivel szeretnénk akadálymentesíteni az épületet, ha lenne tolószékes diákunk, hogy tudjon közlekedni az épületben. Az ünnepséget követően a miniszterelnök az intézmény végzős diákjaival találkozott. Én nagyon úgy gondoltam, hogy Szlovákiában semmiképp nem lehet magyarként boldogulni, de kimondottan ösztönző az, hogy így láttam a miniszterelnök urat, hogy magyar iskolából hova is jutott el. Mindenképpen elgondolkodtató, hogy ebben az iskolában miket lehet elérni. Tetszett a tanévnyitó, érdekes volt, hogy szlovákul és magyarul is hallhattuk. Városunk polgármestere Ódor Lajos évfolyamtársa volt a komáromi gimnáziumban, az intézmény jelenlegi igazgatója pedig akkor volt kezdőtanár, amikor a miniszterelnök érettségizett. Ódor Lajos miniszterelnök úr 93-94-es tanévben, tehát 30 éve ezelőtt volt negyedikes diák, én akkor kezdtem itt zöldfülő tanárként, ugyanígy álltam az udvaron 30 éve ezelőtt, ő is ott volt a diákok között, akkor tanárként nem gondoltam, hogy 30 év múlva igazgatóként egy volt diákunkat köszönhetem miniszterelnökként. Ez óriási siker a gimnázium történetében is, a gimnázium 374 éves múltra tekint vissza, volt jezsuita, volt bencés gimnázium, jelenleg világi gimnázium, de még nem fordult el, hogy a miniszterelnök nyitná meg a tanévet. Az az eredmény, hogy például egy középiskola vagy egy közeg tud adni egy miniszterelnököt, ez egy óriási eredmény, különösen egy szakértői kormány esetén. A szakértői kormány vezetőjét és tagjét úgy válasszák ki, hogy a szakma terén mit ért el, mit tett le az asztalra, ami egy néhány sokkal nagyobb léc, magasabban lévő léc, amit meg kell ugorni. Ódor Lajos egy nemzetközileg elismert szaktekintélye a közgazdaság terén, minden egyes eredményért maga dolgozott meg. Fontos azt tudni Komáromba, hogy igenis vannak helyek, és az életben is van, amikor az elvégzett munka számít. A Sejé János gimnázium tanévnyitó ünnepségének vendégei közt két bencés atya is helyet foglalt. Nem csak hozzájuk szóltak az intézmény igazgatójának beszédzáró szavai, a régi bencés köszönés, amely ilyenkor a tanév kezdetén akár útravaló is lehet. Béke az érkezőnek, áldás a távozónak.